Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Ifjú dr. Lomnici Zoltán, alkotmányjogász, századvégkutatója, szép jó reggelt kívánok. Kezdjük aktuál politikával. Ezek szerint kiderült, hogy a homofóbokból, a rasszistákból és a nem éppen filoszemitákból még Borsodban sem kérnek? Kiderült. Én is egy szóval ezt tudom mondani. Bizonyos elégtételt érzek, hiszen jó magam is elemzőként, közgondolkodóként hangot adtam a béli agályaimnak, hogy törvényerőre emelkedne, vagy polgárjogot kapna az antiszemitizmus, a rasszizmus és a homofóbia, amennyiben Bíró Lászlót beválasztanák a parlamentbe. De Prohászka Otto Kár éppen most a napokban 100 évvel ezelőtt adta elő a magyar parlamentbe a numerus clausus alapjait, amikor ugye arról beszélt, és azt állítják sokan, hogy ő nem volt antiszemita, de arról beszélt, hogy ugye a mi magyar gentrieink lemaradtak, és ezek a zsidók a deszkákat ugródeszkának használták, és megpróbálták betölteni a kiszorult, illetve a gentrik oda nem figyelését, és orvosok lettek, politikusok, lassan már miniszterelnök lesznek, hát ez tarthatatlan, úgyhogy korlátozni kell, és ugyanakkor azt mondják, hogy nem volt ezzel semmi baj. Talán a világon az első volt ilyen a magyar parlament, ahol ezt végrehajtották. Akkor miről is van itt szó? 100 éves megemlékezés alkalmából volt egy újabb próbálkozás? Volt egy újabb próbálkozás. Én ugyanannyira gyűlölöm a nyilasokat, mint a kommunistákat, akik ott ültek, és nyilván életek kioltásáért, emberek meghurcolásáért voltak felelősek. Valóban volt a parlamentáris jogtörténetnek vagy történelemnek egy olyan szakasza, amikor ilyen figurák is méltatlanul ültek az országgyűlés falai között, illetve az ülésteremben. Én Fónagy Jánosra szeretnék utalni még a tegnapi felszólalása kapcsán, akinek a szavai, ha egy kicsit patetikusan fogalmazok, akkor megrendítőek voltak, mert ő azért elégtételt érezhetett különösen, hiszen őt akarták listázni, ugye Gyöngyösi Márton kezdeményezésével, illetve számos, ahogy ő fogalmazott, villogó szemet lát a patkó túloldalán rendszeresen, ahol a jobbikosok ülnek. Tehát én azt gondolom, hogy ez ilyen értelemben a jó és a rossz küzdelme is volt, mint egyfajta népmesei. Akkor azt akarja mondani, hogy téves az én hitem, hogy ez egy kísérlet volt, hogy még egy vicsorgó bekerüljön a parlamentbe, hisz nem ő lett volna az első, hanem vannak ott mások is? Nem szeretném felülbírálni a gondolatot, csak annyit szeretnék megjegyezni, hogy a Jobbikban ma is ülnek antiszemiták, rasszisták, gyakorló gyűlölködők, és mindaddig, amíg a baloldal ezt felvállalja, egyébként azért szerencsére voltak olyanok, Tamás Gáspár Miklóstól kezdve számosan. Ön az ellenzéket baloldalnak tartja? Hát azért az LMP az nem baloldal, a Momentum nem baloldal, tehát a DK is valami demokratikus, de hát azért nem hiszem, hogy kommunisták. Nem vagyok politológus, ezzel nem akarok persze védekezni, de azért bizonyos értelemben azok az értékek, amelyeket képviselnek, az közelebb áll a baloldalhoz, mint a jobboldalhoz. Ha valamiféle politikai kategóriát fel kell állítani, akkor mégis ez egyszerűen adja magát. Hozzáteszem, egyébként egy olyan baloldal, amelyik egyébként volt például a Demokrata Párt nagyon sokáig az Egyesült Államokban, az nem csak hogy vállalható, hanem azért dolgozik. Egyértelmű, hogy a nép jobb létét szolgálja, és számos olyan szociáldemokrata erő van az Európai Unióban, amely, azt kell, hogy mondjam, hogy sok mindenben egyet is tudok érteni. Azt engedje meg nekem főszerkesztő, hogy itt a magyarországi viszonyokat azt árnyaltan lássam, tehát aki járt a terrorházában,
és látta a Nyilas és a kommunista diktatúra bűneit. Most nagyon leegyszerűsítem, persze máshol is meg lehet tapasztalni, de mondjuk például ott elég, hogy úgy mondjam, megrázó anyagok vannak. Ráadásul a családomban tudomásom szerint mind a két diktatúra, hogy úgy mondjam, a maga áldozata. Érdekes, mégis azok az emberek, akiknek a testére horog keresztek vannak varva, azok megpróbálják ezt most átstilizálni, ilyen sarló és kalapács jön ki végül belőlük, tehát egyik sem jó. Apropó az ön által említett intézménynek a számomra legemlékezetesebb része az átöltözések szobája, ahol a házmesterek átöltöznek egy ilyen forgó ajtón keresztül, és ezek ugyanazok, tehát változás nincs. Próbáljon segíteni nekem, kedd van, reggel van, nézőinkbe egy kis pozitív thinkinget, egy életerős, egy mosoly, tehát azért ne legyünk ilyen szentély pusztulását idéző gyászban. Győzött részben az igazság, ugyanez a választás nem egy tipikus választás volt, egy előrehozott választás volt, mert ugye pótolni kellett a fideszes képviselőnek a helyét, aki egy motorbalesetben életét vesztette szerencsétlen körülmények között, de akkor, amikor azt mondom, hogy nem egy tipikus volt, 22-ben nem fog tudni sem az ellenzék, sem a kormánypárt egy ilyen helyen, ilyen erőbedobással, egyszerűen ilyen nem lesz még egyszer. Vagy tévedek? A bizonyos értelemben én megint csak hadd idézek nálam jóval okosabb, tanultabb kollégákat, azért ez egy lakmuszpapír volt, mert hogy mégiscsak az egyesült ellenzék, most megint csak egy általános fordulatot használok, szemben állt a Fidesz-KDNP-vel. Én úgy tudom, bár most a különböző médiumokban lehet mást is olvasni, hogy például az óriás plakátok tekintetében a Bíró László javára 10-3 volt az arány körülbelül, vagy 10-4, tehát hogy lelkük rajta, hogy plakátok. Hogy azért helyben a virtuális felületeken meglehetős demonstratív jellegű többséget tudott felvonultatni az ellenzéki jelölt. Tehát ilyen értelme azt gondolom, ráadásul, ha valahol mindig, akkor Borsoddal szoktak például hozni, hogy leszakadó térség. Jakab Péter, a Jobbik elnök azt is mondta, hogy a legszebb dolog lesz, ha majd itt az ország legszegényebb részében fogják lebontani a kétharmadot. Tehát ebből a szempontból túlmutathat pusztán azon a ténye, hogy Kondz Zsófia nyert ez a hogy választás. Hogy legyek demagóg. Erre a választásra elköltött pénz mind a két táborból mennyire tudta volna Borsodot fölzárkóztatni? Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, erre hadd kérdezzek vissza, hogy a szuperpekekben felgyűlemlett sok-sok 10 millió, 100 millió dollárt, hogyha a választókra fordítanák az Egyesült Államokban, akkor mennyire tudnák a slumsokat, a külvárosokat, a Detroit elnéptelenedett részeit felvirágoztatni. Hát ugye nem gondolja komolyan, hogy azokat fel akarják virágoztatni, viszont nekünk minden magyar emberre szükségünk van, illetve minden polgárra, aki ennek az országnak a határait, vagy velünk együtt érez. Ezért volt a kérdésem, a következő is megismétlem a kérdést, hogy még egy ilyen választás, ahol ennyi erőforrást, ennyi pénzt, energiát befektettek, nem lesz lehetőség, hisz 106 körzetbe ekkora befektetésre nincs lehetőség. Ez nyilván kétségtelen így van, én nem látok szerencsére a büdzsékbe bele, de azt, én még nem is akarok. Azt mondhatom, megint csak nem kibújva a kérdés alól, de hogy nem véletlen hoztam fel az Egyesült Államok beli példát, szokták mondani, hogy bizonyos értelemben azok a tendenciák, amik ott megjelennek, begyűrűznek az Európai Unióba is. Ha ez lesz, akkor folyamatosan nőni fog egyébként ez a keret. Tehát arra számíthatunk, hogy még több forrást fognak a politikára, a kampányokra fordítani. Ez egyszerűen abból a természetes, organikus folyamatból fakad, amit láthatunk az USA-ban is. Egyre több lesz a showelem, egyre több lesz a látványtechnikai
eszköztár, vagy egyre szélesebb körű, mert hogy a politikának is ebben az információ áradatban valahol az inger küszöbét el kell, hogy érje a nézőnek az a show, amit, vagy az a külső, amit mutat magáról. Tehát itt már nem csak arról van szó, hogy egyszerű üzenetekkel kell, vagy lehet nyerni, hanem arról is van szó, hogy ki milyen módon tudja magára felhívni a figyelmet, és ebben azt hiszem, hogy az USA-ban járnak élen a politikusok, különösen ugye a választások idején, de egyébként is, hogyha megnézzük a hírtelevíziókat, azok is arról szólnak egyébként, hogy ebben a hihetetlen hírversenyben a küllemükkel is megpróbálják odavonzani a tekinteteket. A zsidó tudományok azt mondják, hogy divrejahez kell. Mi az az egy mondat, az a tőmondat, amit ezután a választások után tanításul ön, mint a századvég kutatója mondana az embereknek, hogy ebből tanuljanak és beégjen nekik a fülükbe? A szélsőségekből nem kérnek a magyarok. Ezt láthattuk egyébként a 20. században is. Mindig úgy tudtak csak végül is hatalomra kerülni, hogy bejutottak és ott bomlasztottak a szélsőségesek például a parlamenten belül. Ez az a mondat szerintem, amit meg lehet fogalmazni röviden, és hogyha kicsit bővebben kellene, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy egy történelmi fordulat következett be, mert az a bűn, amit elkövetett, akkor most nevezzük így, a DK, az MSZP, a Momentum azzal, hogy összeállt a Jobbikkal, ennek a következményei ma még beláthatatlanok. Tehát egy idő után a választóik is, nem Borsodról beszélek csak, vagy az ország többi pontján, Budapesten is azt fogják mondani, hogy ezekkel a figurákkal inkább, hogyha az elveiteket választottátok, hogy választottátok volna, és még kivártok néhány ciklust, hogy nélkülük tudjatok nyerni, de az, hogy ezekkel összeálltatok csak azért, ahogy szoktak fogalmazni, a pénzért és a hatalomért, ezt nem tudjuk lenyelni. Tehát ezek olyan figurák, akikkel soha, de soha nem szabad lett volna összeállnia ezeknek az említett pártoknak. Nem szeretnék dörgölözni, de véletlenül ebben a témában a véleményünk úgy érzem, hogy egy és ugyanaz. Kedves nézőim, ifjú Lomnici Zoltánt, a századvég kutatóját, egy alkotmányjogászt láttak, akinek a tőmondata az érdemes megjegyezni, maradjon a fülükbe. Köszönjük, nem kérünk a szélsőségesekből, sem ilyenekből, sem olyanokból. És most akkor foglalkozunk egy kicsit a kultúrával. Következő vendégünk dr. Fajcsák Györgyi, egy múzeum igazgatója, és mindjárt kiderül, hogy milyen múzeum, hisz egy reggeli politikai magazin műsorban is szükség van a kultúrára, mint tudják. Köszönöm, hogy rendelkezésre állt. Köszönöm szépen.